Szép estét kívánok, április 7-e van csütörtök, a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát a hírszemlét látják, tartsanak velünk! Március végén, április elején aktuális a közterületi ivókutak, szökőkutak beüzemelése. Tatabányán a szabadidő sportolók, sétálók 2021. októbere óta nem tudtak gyönyörködni a szökőkutak látványában. Mostantól azonban újra víz, csobogás és hűs, párás levegő fogadja a parkokban sétálókat. Az ilyenkor esedékes ellenőrzésről Mármarosi Sándor főkertész, a Városüzemeltetési Iroda vezetője számolt be. A városüzemeltetési feladatokon belül az egyik kiemelt dolog a szökőkutaknak, ivókutaknak és az automata öntözőberendezéseknek az üzembe helyezése, hiszen nem sokára egy hét múlva húsvét van, és szeretnénk, ha addigra ezek a berendezések üzemelnének is. Nem csak azért, mert ez egy nagyon szép elem és díszítő elem a városba, hanem azért is, mert részben az emberek elkezdenek a jó időbe sétálni, hangulatjavító eleme van, illetve hát a térérzetünk is sokkal jobb, illetve a hangulatunk is, ha ezek az eszközök már működnek. A munkák folyamán a teljes gépészetnek az átvizsgálása történik, szórófejeknek a cseréje, ahol szükséges, mágnesszelepeknek a beállítása, automatikáknak a beállítása, pont azért, hogy ez az év közben egy folyamatos működés biztosítson, és ez miatt nekünk naponta ezzel foglalkozni. Természetesen mindig figyeljük őket az üzemelés során. Ha valami hiba van, akkor azonnal beavatkozunk, de ennek az ellátása az folyamatos így. Az automata öntözőberendezések előkészítése pedig azért fontos, hiszen jön a jó idő, ugye látjuk, hogy milyen extrém körülmények vannak, és időbe kellett bekapcsolnunk ezeket, beüzemelni, és aztán az majd egy jövőbeni tavaszi feladat, amikor ültetjük a virágokat, addigra ez már elő legyen készítve. Nagyságrendileg hány ilyen szökőkutat érint ezt a Tatabányán? Hát gyakorlatilag az összes kiemelt terünk, sétányunkon az utóbbi 5-6 évben épült felújítások során ugye szökőkutak lettek telepítve, akár itt a Megyeháza téren is, ahol állunk, ugye az Életfa téren, Árpád téren, Sétáló utcába. Ezek pedig ugye még mind kiegészülnek az ivókutakkal is. Ezeket mind időben szerettük volna, ha beüzemeljük, hogy mire jó idő van, ezek mind működjenek. És hogyha már említette az imént azt is, hogy rosszabb idő, és a rosszabb idő is adott esetben megbolondíthatja itt az időjárást a kutak részéről is, és hát most azért nem volt annyira kedvező időjárás, és fagyok is voltak, ez mennyire érintette a szökőkutakat? Így van, ezért az eredeti terveink szerint március 31-ig szerettük volna ezeket üzembe helyezni, most kitoltuk pont ez miatt, az időjárás miatt húsvétig. Ugye még hó volt egy pár nappal ezelőtt, pont azért, hogyha üzembe helyezzük, ne, hogy visszafagyjon valamelyik rendszer, vagy csapjaink elfagyjanak, hanem ez úgy legyen megnyitva, hogy már utána ne legyen vele műszaki probléma. Ez a szélsőséges időjárás mennyire befolyásolta az éppen virágzó növényeket? Hát igen, ez egy nagyon izgalmas dolog. Azt látjuk, hogy a klímaváltozás miatt elcsúszik az időjárás. Ugye kicsit később van tavasz, mint ahogy megszoktuk, és az is hirtelen jön. Tapasztaltuk most is idén, és erre igyekeztünk nagyon gyorsan lépni, hiszen körülbelül még egy hete vagy másfél hete 15-17 fokos meleg volt. Azt tudjuk, hogy november óta nagyon kevés csapadék volt, hó is csak 1 milliméter. Ezért odafigyelve elindítottuk a meglévő és elültetett fáinknak a locsolását. Ezt mind pont ezért az ütemezzen kívül azonnali beavatkozással azt elindítottuk. A szökőkutak üzemeset például meg csúsztattuk egy héttel. Tehát van ebbe egy ilyen mozgástér, de azt valóban tényleg tapasztalható, hogy fel kell készülnünk nekünk is, mint akik ebben a szakmában dolgoznak, nem csak szakmailag, hanem irányítva a munkát végzőket is, hogy lehetőleg legyen olyan puffer ebben a dologban, hogy tudjuk őket mozgatni, és az időjáráshoz igazítva legyenek ezek a munkák elvégező. Hogyan tudták jelen esetben ezt megvalósítani? Hát ugye szervezéssel, illetve avval, hogy a városi költségvetés elfogadását követően a Városüzemeltetési Irodánkon kollégáimmal összeállítottunk egy feladat ütemtervet, nem csak a jóváhagyott költségvetéshez igazítva, hanem pontosan ehhez, hogy mi az, amit havonta ütemezetten el kell látnunk,
ezeket a feladatokat beütemeztük. Csak egy példát mondjak, ugye az rögtön időjárástól függetlenül lehetett kezdeni a őszről még kimaradt lomnak az összetakarításával, de például az útszegélyek takarítása is már folyamatban van, vagy a kátyúzási munkák is ilyenek, amik már kicsit időjárás függők, de annyira mégsem, mert ebbe a hűvös időben is lehet csinálni. Ez már tapasztalható, ez a parkok tisztítás, illetve az utak tisztán tartása jelenleg is folyik. És utána lépünk tovább, ahogy jön a jó idő, például az üvegfelületi buszmegállóknak a lemosása, a tereinknek az összesöprése, takarítása, és ahogy jön a jó idő, bizony, ha visszatérünk megint arra, hogy akkor az öntözés, virágágyak előkészítése, ültetés, próbáljuk és igyekszünk újra szépé tenni a városunkat. A klímaváltozást idén tavasszal is érzékelhettük, hiszen április 3-án több centis hó esett, szinte napra pontosan megismételve a tavalyi tavaszi időjárást. Ez pedig a közterek növényeire is hatással van. Kettős a lakossági kapcsolatunk, hiszen nagyon sok lakó jelentkezőt állunk, akár a lakótelepi övezetben, a lakossági előkerteket a lakók csinálják, és kérték, de családi házas övezetben, hogy amit ott levágtak, ugye metszettek, előkészítették a tavaszi munkákat, hogy segítsünk az ölthulladék elszállításba. Ugye erre a város már kialakított egy programot, van egy havi ütemterv szerinti ölthulladék elszállítás, de itt van egy kis űr a tavaszi első ölthulladék elszállítás és a munkák kapcsán. Itt is az időjárás játszik közben, hiszen ha jó idő van, az emberek tevékenyen már nekiállnak és dolgoznak. Itt a város megadja azt a segítséget, hogyha ilyen kérés volt itt az elmúlt hónapokban, hogy összetakarították, vigyük el, segítsünk, akkor ezeket egyszer ezzel segítünk. Másodszor pedig, ha valaki megkeres bennünket, hogy milyen növényt ültessen, amire célzott is, abban pedig pont a klímaváltozás miatt egy folyamatos átrendeződés van. Tudjuk, hogy 2 évvel ezelőtt például a buxosok teljesen tönkrementek, vannak olyan fafajok, amik már nem bírják ezt a besugárzást, nagyon nagy a légköri aszály, nincs páratartalom, ugyanis csapadék, ezért folyamatosan más típusú fákat kell telepíteni. Szerencsére a hazai faiskolák erre folyamatosan fel vannak készülve, átállnak, illetve itt a környékben is van olyan áruda, ahol ezt tudják biztosítani. Többen attól is tartanak, hogy ugye a gyümölcsfájuk is megsínyletedett, tehát kevesebb lesz a termés, vagy adott esetben, aki nem rendelkezik ilyennel, viszont gyümölcs szerető, sokkal drágábban lehet majd megvásárolni pont emiatt, vagy egyáltalán nem is lehet majd megvásárolni ezeket a termékeket. Hát ez valószínű, mert főleg a sárga barack és őszibarack tekintetében itt a hó meglepett bennünket, és nem is igazából a hóval volt a gond, hanem másnap reggeli mínusz 5-7 fokos faggyal, ugyanis ezek a korai gyümölcsök már kivirágoztak, és a másnap reggeli fagytól vélhetően sajnos idén se lesz, vagy nem annyi varasz lesz, mint amire számítottunk. Szerencsére a megyfák, cseresznyefák, almakörte az még ezt elviselte, és most így, ahogy én néztem az időjárás jelentéseket, már szerencsére ilyen gond nem várható. Hol tart most a város rendészet a tavaszi munkákkal kapcsolatosan? Gondolok itt akár a Csónakázótó vagy a Ligettó területére. Köszönöm szépen, ugye mind a két terület kiemelt gondozási terület. Épp tegnapi napon jártam be gyalogosan a Csónakázótónak a területét. Szerencsére még megmaradt az a szokásom, mint főkertész, hogy ezeket a területeket még a nagy rohanó világba is rá kell szállni egy fél napot, és gyalog kell bejárni, mert csak úgy lehet észrevenni a gondokat, hibákat. Ha most valaki jár a Csónakázótón, az örülhet, én is egy picit megnyugodtam. Mindig van elvégzendő munka, de most úgy éreztem, hogy rend van a Csónakázótónál, a nád levágásra került, a szemét összeszedtük, a lombot eltakarítottuk, illetve még van még feladatunk, hiszen, és erről még nem esett szó, a játszótereknek a rendbetétele, hiszen ahogy jön a jó idő, mindenki ott fog, azért is építettük, hogy minél többen használják. Ugye itt a játszótéri homokcseréket kell például elvégezni, erre már készülünk, bekértük a szükséges árajánlatokat, felmértük az összes bekerített játszótérnél a homokcserére elvégzésére az árajánlatokat, illetve az intézményeink, óvodáink is beadták az igényeket, hogy hol van erre szükség. Tehát például a Csónakázótónál ez is egyik elvégzendő feladat, aztán majd a napvitorlák kihelyezése, és hát a fűnyírás, amiről még nem is beszéltünk, hogy az idei évben pont a tavalyi évi
csapadékos időjárás miatt csúsztunk meg az első fűnyírással. Idén ez nem lesz, hiszen húsvétig már a városnak a főútjai mellett az összekötő út, Dózsa-György út tekintetében már el is kezdődik a fűnyírás, és utána pedig folyamatosan ütemterv szerint fogjuk haladni. Hát a liget a másik nagy kedvencünk, ugye kiemelt területünk, nagyon figyelünk rá, hiszen a felújítás után volt egy olyan elképzelésünk, hogy ez így is maradjon, és ez így van rendjén. Tehát a Csónakázótól liget, Május 1 park, Sétáló utca, Megyeháza tér, Árvád tér, mindig kapjuk azt a vádat, hogy persze mindig a kiemelt területeken látják a legtöbbet az embereket, de olyan értéket teremtettünk, hogy ezt meg kell tudnunk őrizni és tartani, ezért az energiaforrások bizony jelentős része ide megy, de erre büszkénk vagyunk, ha ezt úgy fenn is tudjuk tartani, ahogy megépült. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látták április 7-én csütörtökön. Tartsanak velünk holnap is, addig is további szép estét kívánok, viszontlátásra!